Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit, folytatjuk sportlegendák sorozatunkat. Tesszük mindezt azért, mert hazánk meggyőzésem szerint sportnemzet, Székesfehérvár pedig sportváros. És korán sem mindegy, hogy milyen szerepléssel csábítják a szurkolókat a lelátóra, és ebben bizony nagyon nagy szerepe van ebben a felgyorsult világban a sportvezetőknek, a sportolóknak, hiszen valljuk meg, hogy Székesfehérvár elkényeztette mindez idáig a közönségét, a szurkolókat is, és fontos, hogy a kiemelt sportágaink vezetői miként gondolkodnak a jelenről, miként gondolkodnak a múltról, hogyan építették fel karrierjüket, és hát ez a sorozat is erről szól. Mindez idáig nagyon sokan jöttek hozzánk, és most egy újabb vendéget köszönhetünk, aki egyedülálló abban az értelemben, hogy két kiemelt sportág, két kiemelt klubjának a vezetője, első számú vezetője, Balázs Imre. Szervusz, tisztelettel köszöntelek, tehát az Albarégi SC és a Köfém SC elnökeként. Azt hiszem, hogy két alapsportágról van szó, és ez tényleg egyedülálló. Erről is fogunk beszélgetni. Először azonban egy kicsit menjünk vissza a múltba. Hiszen azt kevesen tudják, hogy rövid, de én azt gondolom, hogy fontos pillanata volt az életednek a labdarúgó pályafutásod. Hiszen azért van NB1-es bajnokid, NB1-ben szintén szerepeltél, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos. Akkor miként választottál magadnak sportágat? Igen, hát a magasport teljes egészében végigkísérte az életemet. Egy Veszprémben egy testnevelő és takatos általános iskolában jártam, ahol igazából szinte valamennyi sportággal meg kellett ismerkedni. Majd adta magát, hogy a Veszprémben két sportág volt, ami akkor kezdett el kinőni, egyik az a labdarúgás, másik a kézilabda. Én a labdarúgás felé mozdultam el, és gyakorlatilag ott is jártam egészen a középiskola végéig a ranglétrát végig az utánpótlás csapatokban. Majd az életem után kerültem a BVSC-hez, ott lettem NB1-es játékos, és gyakorlatilag ott egy nagyon sikeres szezont tudtunk magunkénak. Majd Dunaújvárosban kötöttem ki, ahol gyakorlatilag egy sajnálatos sérülés miatt abba kellett hagynom viszonylag fiatalon a pályafutásomat. És utána igazából a labdarúgással tanultam tovább, tehát a labdarúgás végigkísérte az életemet. Ilyen szempontból kint Németországban tanultam kétszer fél évet a labdarúgás különböző szintjein, úgyhogy abszolút egy megalapozta a sportbeli jövőmet. Tehát a hivatás az önmagában a sporthoz kötődött. De hogyan választ hivatást magának egy fiatal ember, aki kellően tehetséges ahhoz, hogy bármi mást is csinálhasson, aztán a végül is mégiscsak megmarad a sportnál, mint alapvetésnél? Hát már akkor is, amikor én gyerek voltam, pedig az nem most volt, ez szerintem most napjainkban még inkább, ugye mindig az örök dilemma felmerül a szülőkben, a gyerekekben, hogy most a tanulás vagy a sport irányába induljon el. Én ezt párhuzamosan szerettem volna végezni. Jó tanuló voltam, tehát egy jó gimnáziumba jártam. Ettől függetlenül azt gondoltam, hogy mindenképpen ezt lehet párhuzamosan csinálni. Én azt gondolom, hogy én mindenféleképpen tudatosan készültem arra, hogy egy profi sportoló legyek. Sajnos az élet úgy hozta, hogy ezt nem tudtam hosszú ideig folytatni a sérülés miatt, de rengeteget tanultam, rengeteget figyeltem, akár Magyarországon, akár külföldön, hogy mik azok a pontok, amiket én esetleg hasznosíthatnék a jövőben. És hogy találtad meg azt az utat, ami elvezetett mondjuk Székesfehérvárig? Hiszen egy fiatal felnőtt, aki kellő tapasztalattal bír a sport iránt, nyilvánvaló, hogy elindul egy úton, és akkor azt végigviszi. Hát ez így történt veled is. Így van. Gyakorlatilag a profi sportolás után végigjártam a szalmártétrát, tehát én voltam edző, voltam technikai vezető, tehát minden sportnak, minden szegmensét végigjártam. Igazából egy teljesen véletlen folytán kerültem Székesfehérvárra. A női kézilabda klub akkori támogatói köre keresett meg, hogy szeretnének egy szinten feljebb jutni a női kézilabdában, szeretnének a lehetőségeket kihasználva jobban szerepelni. Én még akkor a labdarúgásban dolgoztam a labdarúgó szövetségben, illetve a Veszprém megyei instruktoraként. És akkor először párhuzamosan vállaltam el, kíváncsi voltam, hogy ez
hogy fog működni. Majd 2001. novemberében megválasztottak az Egyesület elnökévé, és azóta gyakorlatilag folyamatosan csinálom. És ráadásul ugye a családi oldalról is kötődsz, hiszen Delír itt a feleséged, a lelked jobbik fele, illetve hát a gyermekek is most már szép lassan. De erről később, tehát a kézilabdát választottad. Mi fogadott? Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy azt az időszakot éltük, hiszen 2000-ben egy fantasztikus sikert ért el, ezüstérmes lett az olimpián a válogatott, és a kézilabda Székesfehérváron is alapsportág volt, a női kézilabda abban az értelemben, hiszen nem is volt más női csapatunk, hiszen az Albarigia Építők női kosárlabda csapata már lefelé, illetve hát sehol nem voltak, tehát kellett egy úgymond egy elitklub, egy elitsportágban. Hogy lehetett felépíteni, hiszen azt mondtad, arra kértek, hogy építs egy, tehát lépjetek szintet női kézilabdában. Ez egy rendkívül nehéz feladat. Hogy igen. Fogtál hozzá? Így van. Én azt gondolom, abban az időben a fehérvári női kézilabda egy nagyon jó lehetőségek kapujában lévő csapat volt. Igazából nem volt megfelelően kialakítva a rendszere és a szisztémája az egésznek. Mikor ide kerültem, 17 darab utánpótlás játékosa volt a klubnak, és ugye ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag minden évben nem volt egy olyan háttértámogatása a felnőtt csapatnak, amikor esetleg utánpótlás játékosok bekerülhetnek, nem volt meg az a háttér, hogy esetleg még jobb kötődést ki lehessen alakítani a szurkolók és a nézők közé. Tehát a legelső és legfontosabb feladat az volt, hogy valamilyen szempontból az utánpótlást kellett rendbe tenni, illetve olyan játékosokat kellett igazolni, akik azt gondolom, hogy megpróbálnak hosszabb távon Fehérvárban gondolkodni. Tehát ez egy nagyon szimpatikus helyszín volt, mert remek adottságokkal, remek fizetésekkel, remek körülményekkel volt anyagi értelemben, viszont nem volt meg az a szemlélet, hogy egy eredménycentrikus szerződések, nem volt meg az, hogy gyakorlatilag arra ösztönözze a játékosokat, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsanak és a tudások maximumát nyújtsák. Általában vagy a pályafutásokat befejező játékosok érkeztek ide, vagy pedig olyan ifjú tehetségek, akik máshol még nem jutottak szóhoz. És ebből egy nagyon jó hangulatú csapat alakult ki, de igazából eredményesség tekintetében nem volt meg ennek az alapja. Igen, hát a fenntartható fejlődés záloga mindenképpen az utánpótlás egyik oldalról, másik oldalról, hogy a mi saját játékosaink, a saját nevelés jusson egyre feljebb, tehát szintet lépjen bizonyos értelemben. Hát ez megvalósult. Hogy választottál ehhez munkatársakat, csapatot? Hiszen Székesfehérvár azért vonzó, valljuk meg, hiszen közel van Pest, közel van minden. És... ez egyrészt könnyű, másrészt szerintem nagyon nehéz, hiszen óriási a csáberő, és ezt mai napig is tapasztalom a kollégák kiválasztásánál. Szereti mindenki Székesfehért, hiszen a mi városunk, tehát igazából, ahogy említetted, közel van Budapest, közel van minden, egy nagyon jó, mind gazdasági, mind mindenféle szempontból egy rendezett városról beszélünk, de ma már akkora a verseny a sportban, hogy ez nagyon nehéz. Abban az időszakban próbáltunk a meglevő kollégáinkkal kiépíteni ezt a rendszert. Legelső körben az utánpótláshoz hívtam ide, akkor is eldőlváltottunk az edző Csenki Györgynét, hogy próbáljunk megépítkezni, és ez jól is sikerült, én azt gondolom, hiszen akkor nagyon sok fiatal érkezett a városba, más településekről, és elindult egy olyan iskolai együttműködési rendszer, amiből azért folyamatosan nőttek ki tehetségek itt Fehérváron. Ráadásul ugye ő egy veretes pályafutással rendelkező, nagyszerű egykori kézilabdázó volt. Így van. Nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az időszak volt, amikor megjelent egyre nagyobb számban a légiósok hada Magyarországon. Mire kell egy sportvetőnek figyelni, amikor légióst igazol? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a menedzserek hajlandóak túlozni igazából. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy egy olyan országban, ugye a kézilabda országa is vagyunk, hiszen a pesti csapatok remekül szerepeltek már akkor is, a Győr folyamatosan felfelé jött, és ott volt Debrecen, tehát az összes többi kézilabda város. Hol határoztad meg a köfém helyét ebben a magyar mezőnyben? Maga, amikor intettem, nagyon jó körülményeink voltak. Tehát azért az látszott is, hogy 2001-től kezdődően azért elindult egy nagyon jó fejlődési szakasz. 2005-ben megnyertük az EF-kupát, ami még mindeddig ennek a városnak az egyetlen nemzetközi kupa győzelme, amiben nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ez egy nagyon komoly csapatmunkának az eredménye, tehát játékosok, edzők, klubba alkalmazottak,
támogatók, a város, illetve az a környező, vagy az a közvetlen stáb, ami körülvette, azért mind-mind hozzátett, aki maga is mondját. Utána nem tudtuk ezt a fejlődési szakaszt fenntartani. A névadó szponzor kilépett a csapat mögül, először az egyik, utána a második, majd pedig a támogatások is visszaszorultak, tehát maga a fehérvári kézabdának a lehetőségei nagyon-nagyon beszűkültek. Nagyon nagy volt a konkurencia, hiszen itt ebben a városban, ahogy említett, ez egy igazi sportváros, tehát a labdarúgásnak, a jégkorongnak, a kosárlabdának nagyon komoly hagyományai voltak a kézilabda mellett, és velük is meg kellett a piacokért küzdeni. Bár volt egy status quo, ami azt gondolom kialakult a klubba között, de nagyon-nagyon nehéz volt a helyzet. Mi nem léptük abba az irányba, hogy városi tulajdoni klubbá váljunk, mint a többi kézilabda város, ahol most egyértelműen látszik, tehát hogy említetted a Győrt, Debrecent, ahol mindenféleképpen egy városi tulajdonban lévő sportklubok alakultak, óriási támogatással, óriási városi szerepállással. Ugye ez a fehérvári városi szerepállás megoszlik a sportágak között, ott pedig koncentrálódik legtöbbször általában a női kézilabdára. Ennek ellenére egy eredményes klubmodellt építettél fel mindenféle értelemben, hiszen azért tudjuk, hogy voltak negyedik helyek, az EHF kupát említetted, és hát bebetonozta magát a középmezőnybe a csapat. Jó ez így egyébként? Vagy vannak még olyan vízióid, hogy ez az együttes ismét kupa szereplő kell, hogy legyen? Bebetonozást azt nem tekinteni bebetonozásnak. Sajnos ott tartunk az anyagi lehetőségünkhez mérten. Felmértük, hogy mi abban a piaci versenyben nem tudunk részt venni, amit most jelen pillanatban a konkurencia diktál, mert nincsenek meg a hozzá lehetőségeink. Elindultunk az utánpótlás nevelés irányába, abban a szempontból, hogy szeretnénk azokat az energiákat és azt az összegeket, amiket az utánpótlásba fektetünk, valahol kamatoztatni a felnőtt vonulatban. A külföldiekre, az előbbi kérdésedre is válaszolva, nagyon nehéz a külföldiek és a magyarok arányát megtalálni, hiszen a menedzserek ma már olyan árfelhajtó hatással bírnak, hogy gyakorlatilag a külföldi játékosok sokszor olcsóbbak, mint a magyar játékosok, ezért néhányszor a klubok nyúlnak a külföldi játékosokhoz. Én azt gondolom, hogy árérték arányban jelen pillanatban a női kézilabda az jelen pillanatban a helyén van, tehát a mi költségvetésünk nincs benne az első 10-ben a kézilabda vonatkozásában. Van azért víziónk. Úgy ítéltük meg, és úgy ítéltem meg én is, hogy jelenlegi létesítményhelyzet nem teszi lehetővé azt, hogy komoly álmaink legyenek. Az utolsó két évben, amikor nemzetközi kupában szerepeltünk, már különleges engedéllyel szerepeltünk az EHF részéről, és már minden évben könyörögni kellett azért, hogy megadják ezt az engedélyt. Sajnos a köfémcsarnok teljesen elavult, semmilyen olyan feltételnek ma már nem felel meg, ami nemzetközi kupát érint, sőt azt kell mondanom, hogy lassan már NB1-es szintnek sem felel meg. Éppen ezért nagyon nehéz játékosokat ide csábítani azzal, hogy nem tudunk elmenni. Ezért is választottuk azt az irányt, hogy akkor inkább a saját erőnkre próbálunk támaszkodni. Nagyon bízunk abban, hogy ez az új létesítmény, ami épülni fog Fehérváron, ez egy új löketet fog adni a kézilabdának. Azért a magyar kézilabda azért nagyon erős, főleg a női vonala, hiszen látszik, hogy utánpótlás szinten mindent megnyert. Tehát én azt gondolom, hogy a női kézilabda lehet egy olyan kitörési pont, amiben világszinten is le tudja magát tenni a névjegyét a város, vagy akár a klub. Én azért még szeretnék még egyszer egy kupa döntőt játszani, és adott esetben elsőt megnyerni. És hát ugye ott van a dilemma, és azt hiszem, hogy a Köfém jó úton jár abban az értelemben, hogy a Fradi, Érdes, és ott van a Debrecen, ott is vannak légiósok, de semmiképpen nem egy Győr-Siófok út, mert azt bármennyire is kedveli a női kézilabdát a szurkoló, mármint kívülálló, és nem az abban a városban élő, azért az furcsa, hogy magyar játékos alig-alig szerepel, de hát ez már egy másik probléma. Tehát ez egy bizonyos jó út. Aztán viszont most lépjünk át egy másik sportákhoz, hiszen az Albakomp annak idején, és számtalan vendégem volt, kosárlabdás vendégem, letette a névjegyét. Elsősorban ugye, amikor a Videoton és az Albarégia építők sorsa egyaránt eldőlt, egyiké így, másiké úgy, és az Albakomp lett a kosárlabda Fellegvár Székesfehérváron, akkor jöttek a sikerek Farkas Sándorral, ugye nagyon jól emlékszünk még a Trusinérára, aztán a Senonék Meronival, Kárnerrel, Dávid Kornél, Hamroli Matus, három bajnoki cím, és így tovább, Farkas Sándorral az élen. Aztán jött némiképp egy visszaesés, és ahol mi bekapcsolódunk ebbe a beszélgetésbe, 2015. júliust írtunk, amikor tisztült a küldőgyűlést tartott az Albarégia SC, és a
bár ez nyilván érett már, te tudtad, de jó néhányan a szurkolók közül is meglepődtek, hogy elnök kiválasztottak. Mikor került ez szóba, hogy elnök lehetsz, elnök legyél? Hogy történt a felkérés? A polgármester úr keresett meg, hogy úgy gondolja, hogy a kézilabdában az elmúlt évtizedekben nyújtott munkám alapján jó kezekbe kerülhet a kosárlabda, hogyha rám bízza ennek a vezetését. Én azt gondolom, egy nagyon megtisztelő felkerésről beszélünk, hiszen azért ebben a városban, hogy te is sem tetted, a férfi kosárlabda azért teljesen más polcon van, mint a női kézilabda. Óriási hagyományokkal, óriási tradíciókkal, óriási eredményekkel. Ugye mindenképpen egy megtisztelő volt. 2015 tavaszán beszélgettünk először erről a kérdésről, majd, ahogy említetted, 15 júliusában megválasztott elnöknek az Alba Régia közgyűlése, azóta folyamatosan betöltöm ezt a posztot is párhuzamosan. Ez egy óriási kihívás, bármennyire is munkabíró valaki, és bármennyire kvalifikált. Hogy kezdtél, mielőtt erre válaszolnál, hogy jut időt 24 órából erre a feladatra, mert nyilván olyan munkatársakat választottál, akik némi terhet levesznek a válladról, bár azt hiszem az első számú vezető dolga az így is, az megoszthatatlan. Mi volt az első dolgod? Mi volt a célkitűzés? Hiszen azt tudjuk, hogy a fehérvári kosárlabda szurkolók várják az eredményt. Teljesen jogosan, tehát én azt gondolom, hogy a múlt eredményei abszolút feljogosítják őket erre a várakozásra. Amikor ide kerültem, akkor a csapat ugye a 6.-9. helyet ért el az előző években, tehát mindenféleképpen egy változást kellett sürgetni. Ugye az egy mindenképpen egy pozitív volt, hogy a korábbi sikeredző Branislav Zunic pont együtt kerültünk vissza egy időben a klubhoz. Az első időszakban tájékozottam, megmondom őszintén, hogy egy kicsit megérezzem azt a levegőt, átérezzem ennek a klubnak a milliójét, ami itt van, és megpróbáljam azokat a általam úgy gondolt változtatásokat megfogalmazni, vagy bevezetni, amelyek mindenképpen az eredményességre vezetnek, vagy ahhoz az iránynak a visszatalálásához, amit korábban ez a klub képviselt. Nekem meggyőződésem, hogy ezek a lehetőségek, amik a fehérvári kosárlabda előtt állnak, vagy álltak, ezek mindenféleképpen feljogosítják a szurkolókat is, és bárkit arra, hogy ez a csapat oda való, az élmezőnybe egyértelmű. Nyilvánvaló, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy a Szolnok, Zalaegerszeg, Körmend, tehát ez azért most már azért jószerivel valamennyi város felcsatlakozott, hogy újra ott legyen az élen az együttes. Viszont nagyon-nagyon fontos, ahogy meséltél a kézilabda útról, hogy az utánpótlás nevelés is kiemelt szerepet kapott ebben az időszakban. Ugye két akadémia. Most azokat a háttérinformációkat nem kérdezem, amiről mi is hallottunk, hogy a Dávid Kornél és a másik akadémia milyen kapcsolatrendszerrel és milyen viták között folytatta a munkáját. Viszont az nagyon fontos számunkra, hogy egyre több olyan fiatalt építettek fel, akik méltán képviselhetik ezt a Veretes klubot. Tehát ez ugye alapvetés nálad. Így van. Abszolút jól dolgoznak. Tehát itt nem szakmai jellegű munka volt, amiben véleménykülönbségünk volt, hanem igazából egy működtetés vagy egy rendszerbeli kérdés, hogy lehet egy klubot felépíteni, vagy milyen felépítésének kell lenni egy klubnak. Azért ők jól dolgoznak, hiszen látszik, hogy azok a játékosok, akik most jelen pillanatban az első csapat kapujában kopogtatnak, és a fiatal bázis jelentik az Alba kosárlabda csapatánál, ők valamennyien a Dávid Kornél Akadémiában kezdték meg a kosárlabda megismerését. Nekünk, mikor ez a válás megtörtént, gyakorlatilag a nullából kellett elkezdeni az alapokat megteremteni, hiszen csak a felsőbb korosztályokkal rendelkeztünk. Azt gondolom, hogy a Farkas Sanyi vezetésével ez nagyon jól sikerült, hiszen már nagyon-nagyon komoly létszámmal bírunk, nem csak Fehérvár, hanem Fehérvár vonzás körzetében is. Komoly városok csatlakoznak hozzánk, ahol az utánpótlás nevelés folyik, de nincs felnőtt csapat, tehát mindenképpen egy ilyen, ez a piramis jellegű építkezés, ez folyik. Én bízom benne, hogy ez töretlen lesz, és tényleg olyan egyre több albában felnövő gyerek
jut szerephez a felnőtt csapatban. Mindenféleképpen ez egy kiemelt célkitűzésünk, ezért sikerült az egyetemmel is egy nagyon komoly együttműködést kötnünk. Tehát a minden egyes olyan lépés, amit teszünk, az azért van, hogy egy rendkívül jó megalapozott, megfelelő gazdasági háttérrel és anyagi lehetőségekkel bíró, de eredményes klubot építsünk. Igen, ez már rendkívül fontos a kosárlabdás és a kézilabdás lányoknál is, az az életpálya modell, amit ti megálmodtatok. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan lépcső, egyedülálló egyébként az országban bizonyos értelemben, és azt hiszem, hogy Székesfehérvár iskolaváros jellegét is erősíti, és az a kettő találkozik, kézenfogva jár a sport és az oktatás, az mindenképpen eredmény szül. És ugye ennek te vagy az atya, hol tart most ez a folyamat? Hiszen mindig halljuk a híreket, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó út. Mindenféleképp. Tehát említettem már korábban is, az oktatás és a sport elképzelhetetlen egymás mellett, főleg a gyerekek tekintetében. Korábban voltak sok helyen, ahol ezt próbálták ennek bizonyos részét összerakni, így kompletten, hogy az óvodától az egyetemig mi végig tudjuk kísérni a gyerekek fejlődését, és Fehérvárban partner volt, ez egy óriási lehetőség, hiszen itt minden adva van, nagyon jó közintézmények, általános iskolák, középiskolák, a Corvinus ideérkezésével, az Óbuda Egyetem ideérkezésével megvan az egyetemi csúcspontja is, úgyhogy a lehetőség adva volt, nekünk igazából össze kellett rakni a mozaikokat. Ami egy fontos lépcsőfoka lesz ennek a fejlődésnek is, illetve a két sportklub életében, az a tudásközpont, amit szeretnénk megépíteni, amit szeretnénk most tavasszal elkezdeni. Én nagyon bízom benne, hogy következő hónapban már sikerül a bontás és a földmunkákat elkezdenünk, és tényleg megvalósult egy olyan álom, amelyet a fehérvári sportot, a fehérvári oktatást egy más szintre helyezi, hiszen egy olyan újdonság kerül bevezetésre itt elsősorban Fehérváron, ami tényleg sehol nincs máshol, ahol ennyire az oktatás és a sport összekapcsolhat, és egy profi sportklubok működhetnek egyetemi háttérrel. Nyilvánvaló. A Köfémnél nincs edző probléma, azt tudjuk, viszont edzőváltás volt az elmúlt héten, és ez is egy fontos lépcső, hiszen én azt gondolom, hogy a Albakomnak nem ott a helye, ezt szurkolóként mondom, természetesen a szakemberek véleménye lehet más, de azt hiszem, hogy ebből az állományból lehet valami jót kihozni. Ez volt az egyetlen megoldás? Ugye az elmúlt években, amióta én vezetem a klubot, a tavalyi év az egy méltatlan sikeredett a klub életében. Azt gondolom, hogy ebben le kellett szűrni a következményeket mindenkinek, nekem is, minden kollégámnak, hogy miért sikerült ez. Nagyon sok oka van ennek, hogy mi itt a 14. helyen végeztünk, de ez nem fordulhat elő. Tehát, ha mi tényleg komolyan gondoljuk, és nem csak beszélünk arról, hogy profi klubot szeretnénk, akkor ez nem fordulhat többet elő. Történtek változások, az edző személye maradt, hiszen azt mondtuk, hogy a játékosokat tudja, válassza ő ki, és ebben a koncepcióban dolgozunk tovább. Én annak a híve vagyok, hogyha egy célkitűzést megfogalmazunk az edző felé, akkor két eset lehetséges. Vagy elmondom, hogy mit szeretnék elérni, ő válaszol hozzá embert, vagy pedig megmondom, hogy milyen anyagból dolgozhat, és mondja meg, hogy mit ér el vele, és azt mi eldöntjük, hogy az megfelel vagy sem. Ebben az esetben ő választott magának játékosokat. A csapat lépett előre, azt gondolom, a tavalyi évhez képest, de az, ahol mi szeretnénk eljutni, az a mi véleményünk szerint elég vagylagos volt. Nagyon jó támadójátékkal rendelkeztünk, a védekezésünk viszont nem fejlődött az elmúlt fél évben, és nem az elmúlt időszakban sem történtek olyan változások, amiben azt tudnánk mondani, hogy ebben sikerült előrelépni a csapatunknak. Ezért döntöttünk a változtatás mellett. Nyilván az edző mellett van ennek még felelőse ilyen szempontból, de azokon a lépéseken, amit, hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, és mi a véleménye egy menedzsmentnek, egy irányításnak, azon végigmentünk. Én úgy gondolom, hogy van ebben egy edzői felelősség, és én az edzők felelősséget semmiféleképpen nem szeretném soha kizárni ebben. Nyilván megvan a klubvezető is, a sportszakmai igazgató is, de megvan az edző is. És én úgy éreztük most, hogy ez a felelősség sajnos ott megakadt. Egy nagyon rendes, egy nagyon jó ember, Jesus Remuli, ez aki tényleg sokat tett a klubért, de ahol mi szeretnénk eljutni, mi úgy gondoljuk, hogy oda muszáj volt változtatni. Egyetértek. No, hát én azt gondolom, hogy amellett, hogy sok sikert kívánok, és boldogságot a magánéletben is, a minden szurkoló azt várja, hogy a valóban
egy kicsit feljebb, mármint a köfém, a női kézilabda, és hát ha a bajnoki cím a közeljövőben nem is jön össze, de azért a négyben legyen ott a lábakom. Köszönöm szépen, hogy voltál, megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésekben Balázs Imre volt a vendég, a Köfém SC és az Alberégia SC elnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!